Még a minuszok javában röpködtek, mikor a tökölis gyerekek farsangi mulatságot rendeztek korcsolya pályájukon, az iskola udvarán. A hagyományos jelmezes korizást nagyon várják a gyerekek minden évben. Idén minden adott volt a hosszan kitartó fagy, nappal és éjszaka is, no meg a lelkes kis diákok. Minusz 15 és 20 fok közötti hidegben két nap alatt húztuk fel a pályát. Ha valahol várták a mínusz fokokat, az a tököli volt, hiszen évtizedek óta hagyományos suliban a jégpálya készítés és a korcsolya oktatás. A nagy hideg azonban hamarosan véget ér, ezért az iskola vezetősége úgy döntött, január 30-án megtartják a jeges farsangot. Ilyen utoljára 2004-ben volt, amikor a jégpálya több mint 60 napja üzemelt. Akkor nagyon hideg, hosszú tél, amikor tél 60-valamennyi nap, 65 napon keresztül volt jég, és ez úgy jött ez az ötletünk akkor, hogy ugye nekünk mindig a február utolsó hétvégén van a nagyiskolai farsang, és itt állt a jég, és azt mondtuk, jé, csinálni kéne egy jégfarsangot. Óriási volt egyébként. Tehát az volt az első, és azt kell mondani az utolsó, mert utána nem volt ilyen lehetőség, hogy egészen februárig kihúzza a jeget. Jó, most február első lesz hónap, tehát azért van egy picike híja, de azt gondolom, hogy ez a rendkívül jó minőségű jég, meg itt a millió gyerekkel, és most elkezdődjük majd a műsor, amikor szépen feljönnek, hogy hát nagyon sokan jelentkeznek, akik beöltöznek. Azt gondolom, hogy ez akkora show, ami tényleg megéri, hogy itt egy picike kis időt rászálljunk. És az elmúlt évekhez képest most is rekord a jeges napok száma. Igen, a 20 nap volt a jeges nap. Ez azt jelenti, hogy már mostán túl vagyunk a testnevelés órákon a 100 órán, hogy a jegen tudták tölteni a gyerekek, hogy ilyenkor mi nem tudjunk úszni, és minden testnevelés órát, amit lehet idekint töltik a korcsiján, a gyerekek is úgy vélem, hogy ezért rendkívül sokat jelent, a kicsi megtanulnak. Hát ők felmennek a jégre, esik kettőt hamadjára már megy tovább, és mint ami sem történt volna. Aki nem ismeri a Hattyúk Tavára, megy fehér, gyönyörű, hófehér csizmában, mint a hattyúk. A megnyitón egy remek produkciót láthattunk, honnan jött az ötlet, és mennyi időt vett igénybe a begyakorlás? Hát most a produkció az érdekes volt, mert szóltak, hogy fel kell venni a korcsát, hát én nekem durván 10 éve nem volt lábamunk korcsó egyébként. Ki kellett jönnök kicsit hamarabb a jégre bevallom őszintén, mert hát azért meg kell állni az embernek a saját lábán, különösen jégen. És amikor mondták, hogy Lebi Junior O0 címmel, hát mondom, akkor elindul a, hát ez nem hattyú volt, hanem egy majdnem nagy liva, de azt gondolom, hogy végül is a show érdekében végül is mindent. Én szerintem a gyerekek boldogak lehetnek, hogy igazgató bácsi is bevállalta ezt a mai programot. Én azt gondolom, hogy egyébként az embernek a természetéből fakad a humor, tehát hogyha ennyivel hozzájárunk az, hogy szebb és naposabb legyen a napunk meg a hetünk, akkor miért ne? Juhász Bogi is pont így gondolta, amikor igent mondott Szücsi bácsi felkérésére. Miért ne énekelhetne a jégen is? Az ifjú hölgy Bartal Zsuzsi volt tökölis diák társaságában kezdett önkéntes munkát a koripályán. Először csak teafőzés közben énekelt, aztán az öltözőben és a folyosón is dúdoltak, kedden reggel pedig a pálya közepén. Bogi szerényen, Zsuzsi bátrabban mesélt a koris közösségi kalandokról. Jancsi bácsi mondta, hogy jöjjek ide énekelni. És hát én elvállaltam, mert nagyon szeretem, szóval ezért. Hallottam, hogy azért is sokszor voltatok itt csak úgy is segíteni, önkénteskedni. Hát igazából ez az 50 óra közösségi munka miatt jöttünk, mert hát ugye ide jártam iskolába, és mondta a Feri bácsi, hogy lehet jönni, és hát jöttünk segíteni. Igen. Én meg jöttem vele. Mit kellett legtöbbet segíteni a kicsiknek? Hát igazából teát csináltunk nagyon sokat, meg hát ugye osztogatni kellett a korikat. Mondjuk egyszer jött egy csomó gyerek, és akkor fel kellett nekik húzni a korit, aki ugye nem tudta. A sztori úgy folytatódott, hogy te úgy dudolgattál, énekeltél korikötözgetés közben. Olyasmi, de mindig énekelünk Zsóval, bárhol vagyunk. Együtt énekeltek? Igen, együtt szoktunk inkább legtöbbet. Na és akkor most végül is ma mínusz 12 fokban korival, te a jég közepén. Mit is énekeltél?
Birdy Skinny Love-ot. Ez egy ilyen kis szerelmes szám, nagyon szép. Ez az egyik kedvenc dalom. Hát, hogyha mondjuk elmegyek valami tehetségkutatóba, akkor ezzel a számmal szeretnék menni. Nagy álom a tehetségkutató? Hát igen, nagy. Vagyis nagyon régóta szeretnék már, hát kiskorom óta igazából szeretnék énekes lenni, de így csak ilyen hobbi szinten, szóval nem tudom pontosan. Mit gondolsz? Elég, hogyha egyedül gyakorolsz, vagy szeretnéd valahol valakinél képezni a hangod? Hát szeretném, ez egyértelmű. Van terv? Hát még annyira nincs. Nem tudom, még nagyon bizonytalan vagyok. Na akkor ezután, a tévés felvétel után, hát ha majd elárasztanak az ajánlatok. Igen, hát ha. And I told you to be patient, and I'm told you to be fine, and I'm told you to be balanced, and I'm told you to be kind. Bogi dala után stílusváltás következett. Gönczi Attila és Derényi Imre tartott bemutatót a legkisebbeknek. Fiúk, nagyon remek volt a bemutató. Kicsit féltek a gyerekek, hogy mennyire szántjátok fel a jeget. Igen, próbáltuk felszántani, ez volt a lényeg, hogy élvezzék, és a két tanár is azért kért fel minket, mert mindig ijeszgetjük szegény gyerekeket. Mindig félnek, hogy karistolunk köztük, hasítunk, és hát így egy kicsit remélem, hogy vissza tudtunk adni nekik, hogy élvezzék a műsort, ez lett volna a lényeg. Elég hirtelen stoppokat és fordulatokat láthattunk. Mennyi idő ezt begyakorolni? Hát ezek évek munkája, hogy ilyen gyorsan meg lehessen állni és hirtelen lehessen indulni. Azért sok gyakorlás. Először hol volt a lábatokon korcsolya? Hát szerintem olyan kicsi voltam, hogy ezt nem tudom már megmondani. És mit szóltok ahhoz, hogy itt a Tököliben évről évre megcsinálják, aztán hol kevesebb, hol több időre a gyerekek égre mehetnek? Az idővel nem lehet sajnos mit csinálni, de akármennyi is szerintem a gyerekek örülnek neki és élvezik a korcsolyát, ahogy mi is. Szoktatok itt korizni? Ahogyha hallottam, azért itt riogatjátok a népet esténként. Igen, szoktunk korizni, én azért rendszeresen átjárok ide, amikor van jég, meg próbálunk segíteni, pályát takarítani. Én például itt húztam korcsát legelőször a lábamra, és sokáig, sok évig itt csináltam csak, és utána mentem át és a Derék utcára. Szerintetek lenne igény Hajdúszoboszlón műjégpályára? Szerintem meg kell nézni, hogy hány gyerek jár ide ki, és ez alapján mindenképp lenne igény, igen. Minden nap elég sokan vannak, és elég, mindig új embereket is lehet látni, akik tanulnak, és szerintem lenne rá. Nem első naptól kezdve, de szépen lassan egyre több ember kezdene el, mert nagyon jó sport. Civilben ki mit csinál? Hát én rendőr vagyok itt Szoboszlón. És hasznát vetted annak, hogy ennyire ügyes vagy a csúszós terepen? Jégen még senkit nem fogtam el, eddig nem. De el tudnál? Persze. Te civilben? Én fogtechnikus vagyok. Hát az a helyzet, hogy a jég miatt a fogtechnikusnak sok munkája adódhat. Hát hál' Istennek nem. De... Várjál, mindjárt korit húzok. Jó. Mivel már riport közben is csúszkáltam, munka végén korit húztam. Megvártam, hogy az összes gyermek lemenjen a jégről, ne lásson senki, és némi nógatás után jégre mentem. Óriási élmény volt. Sajnálom, hogy az elmúlt 30 évet kihagytam.